napom vagy a hetem, csak felemel mind a két kezem. Tudom, elcsépelt lehet ez a mondat, de ha nem ma, akkor majd holnap. Olyan furcsa, hogy minden napról napra átalakul, sokszor nezem, de talán mindig súlytalanul, hiszen változunk, ez nem baj, belátom, jó, hogy elcsapert dolgom a deákon. Mai napom célirányos, kizárok mindent, ami rám káros. Nekem, hogy holnap meg újra kezdhetem, és ez így megy körbe. A lényeg, hogy bele tudj nézni minden napot a körbe. De ha ez nem az én napom vagy a hetem, csak felemelem mind a két kezem. Tudom, elcsépelt lehet ez a mondat, de ha nem, akkor... Vendégünk Amanna, örülünk, hogy itt vagy velünk a stúdióban, szervusz! Sziasztok! Másfél évvel ezelőtt kapcsoltál rá, és kezdtél el szóló projektbe. Miért döntöttél így? Igazából azért döntöttem így, mert nagyon szeretem a zenét, nagyon szeretek zenélni. Már kicsi korom óta foglalkozom vele, és igazából a szóló projektemet kezdtem el másfél évvel ezelőtt. Előtte megcsináltam minden mást, úgyhogy ami zenével kapcsolatos, tehát nem füvet nyírtam meg ilyenek. Na de miért a szóló projekt? Akkor mi történt másfél évvel ezelőtt, hogy egyszer csak úgy döntöttél, hogy na, akkor most belevágok ebbe a karrierbe? Igazából a szóló projektet már régebben is csináltam, csak most éreztem, hogy eljött az ideje, hogy itt tényleg rákapcsoljak, és akkor gőzerővel mindent megtolok. De bármelyik előadónál mondjuk, amikor kilép a porondra és felépíti a saját projektjét, akkor az első pár hónap azért az útkeresésről szól. Nálad is így volt ez, és hogyha igen, akkor hogy érzed, mennyire találtad meg az utadat? Én így mindig ilyen nagy útkeresésekben voltam egyébként. Én csináltam már mindent, tehát voltam már táncshowba, film, reklám, sorozatzenékbe énekeltem, vokáloztam, de mellette mindig csináltam a szólót is, csak igazából elkezdtem szelektálni, mert az fontos, mint ahogy ezt meg is írtam például a dalba, és leredukálódott az egész most csak a szóló projektre. Mi az a stílus, amit leginkább képviselni? Ezt azért is kérdezem, mert hogy hallgattam a dalt, nekem a pop az, ami először beugrik, de mégiscsak szinte, mintha rappelnél is egy picit a dalban. Hova lövöd ilyen téren be magad? Én szeretem így keverni a stílusokat, a pop az mindenképp, tehát az a táptalaj, az a fővonal. Én nagyon szeretem az ilyen balkános hangzást, nagyon szeretem a folkosat, egyébként szeretek rappelni is, de nem az a fő dolog, amit szeretnék, úgyhogy én ilyen kis kevert vagyok a zenében is. Tényleg a lüktetése nagyon megvolt ennek a dalnak is, akár legyen az balkános vagy sem, minden esetre jól lehetett rá mondani, vagy énekelni a szöveget, amit te magad írtál, és az olyan szövegcentrikusak a dalaid, ezt szerintem hamar feltűnik bárkinek. Mi szokott általában inspirálni, vagy akár mondjuk ennél a dalnál mi volt az? Mindenféleképpen a tapasztalataim, vagy az ismerőseim, amiket mesélnek, az szokott inspirálni. Ennél a dalnál nagyon-nagyon egyszerű inspirációm volt, télen íródott, tehát nagyon lusta voltam, és semmihez nem volt kedvem. És egy téli dal nyáron, ebben a helyadásban. Ugye? Hát mikor kell kihozni amúgy? Most nem látunk havat. Nyilván, figyeld, hogy felfut majd télig. Szóval ez a dal arról szól nagyon röviden és tömören, hogy semmihez nincs kedvem, majd megcsinálok mindent holnap. És mindig magamat választom, és azt, hogy amihez van kedvem. Szerintem télen sokan vagyunk így, hogy nem nagyon... Ezt nyáron is. Nyáron is, igen, akkor a meleg miatt, de hogy télen a hideg miatt inkább csak tudod, ez a bekuckózós filmet nézünk, fagyit eszünk, de nem fagyit, kakaót iszunk, vagy ki mit, ugye? Úgyhogy ez a dal teljesen erről szól. Nem adjátjuk ki a beszélgetésből a férjedet sem, aki ugye ő felel a hangszerelésért. Milyen vele a közös munka? Kicsit mesélj erről a dinamikáról. A férjem, igen, Csont István, ő a zenei producer. Hát már lassan szerintem 6. éve dolgozunk együtt. Nagyon-nagyon jó a közös munka. Nem ismernék más mondani, de úgy viccen kívül. Tényleg nagyon jó a közös munka, mert nagyon ismer engem. És bármire gondolok, ő azt ilyen 1 millió százalékosan meg tudja valósítani, sőt, még sokkal jobban is. Úgyhogy tényleg én csak így
van egy kis gondolat, szösszenet, bármi, és akkor ő már rögtön így meg is csinálja. Főleg azért, mert hogy az emeleten van a stúdiónk, és akkor tudjátok, hogy reggel felcsoszogunk, köntösbe, kávé, minden, és akkor utána már rögtön. Azt hittem, reggelent a nappaliban dúdolászol, és ő meg már közel írja rá a dalt fönt egyet. Ja, egyébként igen, és így az a vicces, hogy így mindig azt mondja, hogy mindig tudja, hol vagyok a lakásban, mert hogy mindig énekelek, vagy zajongok, szóval úgyhogy ez így megvan. Igen, a feleségem így is meg, így szokott megtalálni engem a lakásban, csak ő mondjuk jobban énekel, viszont a klipet, ahogy nézzük, nem pont azokat a képeket látjuk, mint amiről te az előbb beszéltél, hogy mondjuk egy ilyen téli bekuckózós, kicsit lustálkodós dolgokat vizionálsz, amikor a szövegről van szó, hanem sokkal inkább egy ilyen medencés kerti parti elevenedik meg. Vagy legalábbis, vagy hogy fél össze akar neked ez a kettő? Rosszat vágtam alá, nem tudom. Nem, hát mivel ugye mondtam, hogy télen írtam, de ez tök mindegy, mert amúgy így egész évre szólhat a dal, és mivel nyár van, ezért nehéz lenne ilyen hóesést, ennyi pénzünk most így nem volt erre, hogy egy ilyen hó, nem tudom, a gépet, vagy hogy hívják ezeket, hó ágyút béreljünk, igen. Meg én nem is szeretem nagyon az ilyen téli klippeket, mert amúgy nem vagyok teles, és mivel volt egy medence, volt egy kert, ezért adta magát. Kicsit mesélj a jövő zenéjéről, milyen terveid vannak még, esetleg új dal, új klip. Új dal, új klip, nem sokára fog megjelenni az új dalom, szeptember elején, az lesz a címe, hogy a szívemre hallgatok. Ez egy ilyen alter, balkán folk keverék, ez egy, megint csak egy ilyen kis mix zeneileg. Ez számomra a fő dal, és így már nagyon várom, hogy kijöjjön, mert ez tényleg egy számomra fontos dal. Ez a 2024 akar egy elég pörgős évnek, hiszen már eddig is megjelentek dalok, és most még jön ki egy. Általában ez jellemző rátok, hogy ilyen pörgősek vagytok? Mi ilyen nagyon pörgősek vagyunk, és mivel így úgy alakítottuk ki a kis életünket, hogy minden ott van egy karnyújtásnyira, tehát kb. Így az ágyból fel tudnám énekelni az új dalt. Nem lusta vagyok, kényelmes, ezt tisztáznám. Szóval így igen, eléggé aktívak vagyunk. Mi vagyunk azok, hogy így írjuk, aztán kukázzuk, és akkor a fő dalokat, azokat megkiadjuk. Anna, nagyon szépen köszönjük, hogy elhoztad hozzánk ezt. Én is köszönöm.